Igen, Vietnám, üdv a csatornám, bocsánat a megköszönésért, de nem találtam ki, hogy köszönjek be, aztán igazából ez így benne van a keeperbe. Figyeljetek, ma iszonyatosan gyorsan kellene dolgozni, meg sokat, mivel szeretnék haladni ezzel a Verdával. Úgy gondoltam, hogy lehet, hogy a futóműveket kellene bekötni, a futómű dolgokat kéne bekötni. Onnan hiány, figyelj, ott van fölül valami, és innen még hiányzik egy darab olyan rúd. Azt néztem. Jó, bocs, gyerekek. A ladához keresünk mindent is. Kitaláltam, milyen járművet fogunk következőre. Csinyányi, várjál. Várjál! Ez mi a tököm? Várjál! Ezt meg kell nézni a keepernek. Ez az. Na várjál, ez mi? Várjál, itt vannak fönforgások, hallod? Ácsi! Látod ezt? Lower. A lower az azt jelenti, hogy ültető, ugye? Jó gondolkodik a keeper? Hol van az a csavarkulcsom, gyerekek? Nincs meg a csavarkulcs. Hova tette a csavarkulcsot a keeper? Azt mindig elnézem csavarkulcs, ott van. Te! Elvileg! Bazze! Szerintem külön van. Most nézem, ültető szöthöz cuccibucci, figyeld! Mert ez... Nehogy már, várjál. Bele vagyok keveredve, tudom. Ez tök ugyanaz, csak ez lower, ez meg hátsó lower. Várjál már, bazza. Én komolyan mondom most, hogy ezt itt valamit szerintem, valami nem stimmel. Valami nem stimmel itt a dolgokkal. Ez mik ezek? Miket szereltem be? Mert szerintem itt bazza valami van. Valami nem stimmel. Vagy azt szereltem be? Hadd gondolkozzon a keeper el egy kicsit, jó? Mert itt vannak ilyen... Vagy alsó? Ez azt jelenti? Vagy mi az? Itt nekem ez nem stimmelnek itt a dolgok. Nem, ez. Ugye? Nem, ez jó volt, ez megy oda. És akkor minek szedtem ilyet? Ez meg az alsó. Aha. Oké, viszont... A felsőben mi az anyám csatlakozik? Várjál bár. Szerintem itt nem stimmel valami. Upper. Ez mi? Hívj még a izőt is. Aha, ez a felső. De várj, ide nem kell felső. Ide is kell egy felső! Hely! Na, azért mondom, hogy akkor... Hát, ez jó voltam. Ezt kihagytam szerintem, nem? Jó gondoljuk, gyerekek? Jó gondoljuk? Szerintem ezt a felsőt kihagytam. De akkor minek az alsó? Várjál már. Ja, kell alsó, meg felső is. Kettő darab izé van rajt. Na, jó van. Azért csak rájöttem, én meg azt hittem ültető, hogy lower. De nem. Basszus, de milyen vagyok, gyerekek. Most aztán egyébként a csomószor szerintem is fogjátok a fejeteket, hogy mit csinálsz, hülye. De annyira nem vagyok a ladába tisztába, de azt szerintem mondjuk nem kell mondanom. Mármint így szerelés dologva. Soha nem volt hátsó kerekes autóm. Meg ez a fajta felfüggesztése se volt. Ez komolyan így kell ennek lennie. Bazze, ez aztán komoly cucc lett, gyerekek. Viszont, tudjátok, mit fogunk venni? Üzőjét. Elvileg van külön ültetőrugó, vagy van ugye sima, van a piros az ültető, meg van lifter is, és ez fog kapcsolódni majd, hogy emelő rugó is fog lenni. Várjál, mi ez? Hátsó kell, ugye? A front gondolom a izé. De látod, itt meg lowerad. Ja, mert az nem... Aha, lowerad. Aha. Hogy ez ültető, az meg alsó. Jó, összekevertem a dolgokat. Veszünk hátsót, meg még egy elsőt is. Szarra fogjuk ülteni, gyerekek. Olyan szélesítést kap a Verda, hogy be fogtok szarni. Komolyan nagyon jó lesz. Ez milyen ez a hátsó? Hátsó ültető rugó. Dikaz, mennyiben áll, vagy mi van ma? Várjál, kivettem ezt a keresztablót, lehet, hogy ez nem tetszik neki, hogy nincs semmi. Hát igen, ez lehet. Lehet, hogy hülye vagy, keeper.
De legalább csúnya is. Na, most már belemész? Mi az a nyáron? Menjél velem a helyre. Jaj, előtte. Várj, jót hoztam? Ne, begurulod, komolyan mondom. Nem is én lennék. Bocs egyébként, hogy így mindig én így rájövök a dolgokra. De ez a spring. Hátsó ültető. Ugye? Aztán lehet, hogy még kellenek dolgok. Jobb azzal lehet, hogy a lengés csillapítókat is be kellene raknom, aztán utána engedi. Hát aztán tököm tudja a sorrendeket, látjátok? Ezek meg izék, fétengelyek lesznek, ugye? Fétengely. Itt is van egy. Ez mi ez? Hub, ez ilyen csatlakozási pont. Hű gyerekek, korman. Ezek szerintem, figyeld, furat. 5 furat. 5 furat. 4 furat, külön vannak a külön féltengelyek vannak. És ez, meg rájöttem, hogy mi a tököm, gyerekek. Ezt tudjátok mi? Ez. Át tudod alakítani a gépedet. Ilyen heavy datira. Tehát így föl tudod rakni az 5 pontos látod? 5 furad van, konkrét olyan, mint egy, na, hogy nevezik ezt? Nem nyomtávszélesítő, hanem osztókörmódosító. Tehát föl tudsz rakni rá teherautókereket, érted? Mondjuk az elég keményen néz neki, de viszont a következő járminél pont fog majd kelleni. De hol tartottunk? Kellene lengés csillapító, hátsó. Hátsó lengés csillapító, az ez lesz, az ugye? Ez van, az első van, meg hátsó. Ebben nincsen tuningos. Veszünk két hátsó lengés csillapító, gyerekek. Ugye vigyük, elvileg szerintem berakom, akkor már csak beengedi a rugót. Valahol ezt hova rakod? Ez kéne valaki. Meg is vagyunk. Meg is vonánk. A kucsot mindig oda dob le, ahol vagy éppen, azt akkor nem veszik el. Hűbe az a gyerekek. Mi van itt, öcsém? Hallod, azért egy-két csavart meg kell húzni, nem? Ja, meg a fölül is meg kell majd, úgyhogy úgy készüljünk. Az emlékszek, hogy a Ventóval nagyon sokat szívtam, mert amikor beraktam a gevindet, ugye ilyen állítható ültetőszetet, akkor derült ki számomra, hoppá, várjál, hogy a felső lengéscsillapítónak felső szárán lévő menet, az ilyen nem szabvány, ugye nem is tudom mennyi az a menetemelkedés, egy 25 vagy 0-25 vagy mennyi a default. Na hát az nem volt annyira jó. Ez miért nem megy be még mindig, még amúgy. Ja, az nem default alap, hanem ilyen speckó volt, azt izéltem. Azon buktam az egészet, szereltem, hogy nem volt olyan csavarom hozzá. A végibe. Na jó van gyerekek, akkor benn van. Szerintem itt egyébként már minden benn van, nem? Várjál, de ez most már bemegy? Azért ennek ide kére menni a tányérra. Mi az anyádért, nem mész rá? Most ez mi? Srácok, miért nem megy be a rugibugi, ha? Azt mondjátok, hogy először kellett volna beraknom a rugót, azt most meg már nem tudom berakni. Akkor megőrülök, baze. Szó, várja. Nézzük, nekem van izőm. Van hátsó olyanom. Aha. Nem erre se engedi rárakni. Mondom, hát, hogyha, de nem, hát. Ez egy hülyeség lenne. De most miért nem engedi ezt rá berakni ezt a rugót, gyerekek? Hát benn van minden, nem? Berakjuk a féltengelyeket. Vegyünk. Várjatok, én mindenképp el akartam menni megnézni a felniket. Ugye nem mindegy akkor az osztókör, hogy milyen, ötös vagy négyes. Mindenképp a legszélesebb felét akarom erre a ladára, amit csak bír. Már nem tudom, mennyire fogja bírni, vinni. Megnézzük, jó? Megnézzük a felniket. Egyébként úgy kell valami gumi felhúzó géppel is felhúzni a gumikat, úgyhogy... Csendben legyél, gyerek, csendben legyél. Melyik a legszélesebb fölléd? Kész, ennyi, figyeld, ott van, ez. Öt luku. Ez az, ugye? R16-os. Az a legszélesebb felni. Azért nem vagyok kis pály. Melyik a legszélesebb felni? Ezt viszünk. Na, ebből viszünk. Ugye?
jó lesz az nekem, figyeljetek, ebből viszünk. 2, 3, 4. Hű, bazze, ne dobálózzál, gyerek! Hát a földi, én meghúzod őket, öcsém. Várjál, backpack. Ajaj! Ez nem fogja berakni a backpackbe, mert ez ilyen rohadt nagy. Akkor ez jóra rácsomisztunk. Figyelj, haj, mik ezek? Ez mi? Ez mi a tököm? R16-os. Ez mi ez? Ezt nem tudom elképzelni. Ez viszont veszünk egyet. Ez se fér bele a csomagtal, vagy az én be? Ez belefér. Oké, ez mindenképp kell akkor. Mert kéne, mekkora 16-os gumik. A legszélesebb, ami létezik a világon. Ránézzünk, 14-es. 16-os. 16-os. De az a durva, hogy legalább bírhatná, hogy milyen, mondjuk mindenképpen majd pereset fogunk venni. Ez mekkora? Ez 16-os. Hát szerintem ez a nyíl, nem? Adjál 4 darab gumit. És azt kéne csinálnunk. Ezt így nem tudom rárakni szerintem. Nem valószínű. Figyelj, elviszem így, és leressé. Ezt ráhúzatom, ugye? Van nekem gépem. Osztob, ilyen széles ez. Ezt nem is láttam, hogy az ilyen széles. Ott nem nézett ki ilyen szélesnek, nem gyerekek? Azt a betyár. Mindenképpen, nem tudom, nyomtávszélesítőt tudok rakni, mert ki akarom pakolni a kerekeket úgy, hogy minden... Tök jó néz ki, hogy csak így rádobod és gumi... Izé, gépek felhúzni, ez tök meg van csinálva. És nincs stamina a játékban, és nem éhezel, nem szavjazol. Jaj, gyerekek, ezt imádom. Várjál, hogy kell ezt a izét? Na, evett föl már. Úgy. Hú, milyen széles gumi ez! Előre kellett volna kicsi kereket! Azt kellett volna, hogy előre meg kisebbet. Hogy kell lesz használni ezt a kotlát? Oké, föl is tetted? Na, hát ez egy kicsit odaér, várjam a gyárihoz képest, figyeld! Dik! Ez jó, oké. Viszont akkor nekünk féltengelyeket kéne szórnunk. Izéset. 5 lukut, ugye ez volt a legszélesebb. Ahhoz veszünk féltengelyt, ne viccelj. Az meg volt valahol, láttam, ugye? Erre 5-ös, ez az, nem? 5-ös. Egyébként van... Ez mi az, hogy... Ja, ez frontos. Ja. Jó. Hát ez akkor igazából... Front 4-es, igen. Ez ugye, az csak sima, ez meg féltengely. Akkor kell 2-5-ös féltengely. Na, mindig előveszem ezt a szart. Ezt beszórjuk, elvileg ez, ennek kell jönnie. Nem tudom, a rugót miért nem rakja be. Ezt akkor már húzzuk is le, meg bárjá beharakom a másikat, és ezt lehúzzuk. És nem vágom. Nem vágom, hogy a rugót miért nem rakja be. Lehet, hogy így mindent össze be kell raknod, utána lesz jó. Húzzuk bele ezt. És kéne az izé is féktárcsa sártana. Ugye? Ott se ártana azért. Jó. Nézzünk féktárcsát. Az hogy van? Külön a hátsó első? Fogalmam sincsen egyébként. Na várja, van break. Fül. Hátsó első, 5-ös. Látod? És itt meg a 4-esek. 4 liki. Veszünk 2 hátsót. Mindig a tabot nyomom meg, hogy... Az. Dik az! Ez jó. És ez? Csak ott az a kis csavar. Várjál. Az a kis csavar fogja. De mi az rendes csavarhúzó? Hát megőrülök. Azt megint találd meg. Bocsi, hogy próbálkozok, de... Ennyi? Talán jó, nem? Ja, egyébként úgy van, hogy ezzel tudnád, ugye mondjuk ez pont 5 lukról. Így fel tudnád rakni a datikereket. Heavy kereket. De hát ez egy kicsit brutál lenne, nem? Várjál, ezt fel tudom próbálni így? Fölhát. De azzal nem fog ez kilógni, várjál, van nekem ilyen oldalpanelem. Fel tudom szerintem próbálni.
Nem nagy azok elég, öcsém. Ezt fazzanek, megültetem. Hú, nézzünk egy üzét, egy szélesítést. Vagy... De az ez nem valami széles. Nem tudok nyomtáv szélt rakni. Jó, nem olyan rossz, de... De meg miért nem megy be a helyére a rugó? Az megint... Hú, bazze, mi van itt? Nézzünk egyet. Ez front. Ez front. Ez a hátsó. És bazze nem megy be, hallod. Nem írja sehol. Hát ez bazze a tányérak... Se... Egy rohadt rugórak nem kéne sehol bevenni, a tányérakhoz meg kéne bevenni. Most gyerekek, ez mi az anyámból a gond? Hm? Bazze, van rugó összehúzó. Most jut eszembe. Jaj, te Isten! Ezt hogy kell használni, hallod? Elvileg. Aztán hogyan anyámba? Így kell bazze berakni. Rugó összehúzóval tudod berakni, de ez tök jó. Ez egyébként jó, de egy rugó közevet borért, nem tudom hova gurult el. De tényleg volt még egy rugó. Rugó összehúzó, öcsém, mekkora királyság. De egyébként ez nem rossz. Nem rossz a cucli. Ez az elsők. Torgok, mint tudom, a laborba, de meg vagyok itt ide átkozva. Hova tűnt az egyik rugó? Elment az egyik rugó borére. Mindjárt veszek egyet. Nem tökörész a kávér itt. Ültető rugó. Nem fog elférni a kasztitól, tudom, biztos vagyok benne ez a rohadt nagy felni. Gyerekek, már most látom, hogy ez baj lesz. Ez mi az? Hondbrika? Úristen. Jaj, meg fékcsövek, meg az anyám balaga, nem kőre. Mit akartam? Rugó kell, de viszont kellene íze is. Féktárcsa, hátsó jobb, hátsó bal. Meg az első jobb hát. Oké. Nem féktárcsa, tudod mi ez, na. Fék pofa. Na, ez megint valami feladja a leckét, mert... Ja. Azt hittem, hogy valami nem stimmel. De ott volt a pipa, na. Támadjál föl valahova a helyre. Na, hát hova az anyába? Ugye hátulra? Az anyád úristeni. Na. Jó, hogy rugó össze húzóval kell fölrakni, bazzá. Hát erre öcsém, hogyha most nem jövök rá, de figyelj, ebben vannak a izék. Nincsenek benne a fékpofák, ezek csak a izék. Ejha. Még azt is külön kevered, nem? Ez csak maga a fék nyereg. Itt van a hátsó fékpofa. Ebben hány van? Egy pár? Hát ez nem egyszerű ez a játék, na. Ebben nem tudom hány van. Hány van? Egy, kettő, három, négy. Négy darab hátsó fékpofa. Csodálatos. És ezt így beleengedi el rakni, most már csak azért imádkozzatok. Fogadjunk nem, hanem le kell szedni, azt úgy kell volna berakni. Ehe. Most ezt lehúztam a csavarokat? Lehát. Hű, micsoda rendetlenség van egyébként. Bocs, de nem akarok azzal foglalkozni, mert akkor meg örökké itt tökörünk. Gyerekek. Nem egyszerű az élet. Ezt kihagytam volna, nem igen lett volna fékerőre. Sránc. Jó. De első hátsó tárcsafékes lesz, gyerekek. Ez brutál lesz az a verd, hallod? Csak szét ne ugorjon, ami... Várjál, a fékcsövet is még föl kéne. Még kellene nekem egy féktárcsa másik oldalra. Ugye? Ezt lehúztam már, jó. Ja, meg kéne egy rugó is. Ezt sem álltam, a hátsó. Remélem nem kell légtelenítani, hogy ilyen hülyeségeket csinálok bajt. Kéne a fékpofa, vagy a féknyereg. Féknyerégében. Egy darab izénk, rugónk, az nem tudom, lehet, hogy kivitte. Ki hát, itt van a... Próbálgattam. Jó. Egyébként arra rájöttem, hogy
teljesen fölösleges volt egy ladát venni, mert így is dirib darabokból rakom össze. Tehát így, most megvettem a ladát, de minek? Érted? Minden egyes alkatrésze zsírúj lesz. Tehát ekkor ennyi erővel azt is csinálhattam volna, hogy megveszem az alkatrészeket, azt elkezdem összerakni. Érted? Lada minek kellett? Amikor teljesen lebontottuk, egy darab alkatrészt nem... Egy darab alkatrészt se hasznosítunk, de szó szerint egy darabot se. Semmit. Minden zsírúj lesz. Hódfelesleges volt. Na várjátok, fékcső is kéne. Mi van itt a Isten? Ekkora kagyvasz, bazze. Jó. Kéne nekem fékcső. Hátsó fékcsövek. Brake line, ez lesz az ugye? Első hátsó. Ugyanaz, biztos ugyanaz akkor. Fékcsövet is beszúrjuk a helyére. Nem tudom, hogy van-e hosszú fékcső, amelyik így végigmegy, de biztos, nem? Most mi van? Á, bazza jó van! Egyébként nagyon néző kézre áll ez a játék. Nézzük, elvileg. Ezt. Szerintem ezzel mehet az. Ez a játék, ez full kézre áll. Szerint, viszont ez a fékcső szóval anyám balagába megy. Nem tudom, mennyire van megcsinálva, tehát hogy van-e, el kell-e húzogatni a fékcsöveket a... De viszont valószínű, hogy el kell, mert nézd már, itt is van. Ja nem, ez a bovder. Ez a kézifék bovder. Azaz, megvan. Építsünk ladát darabokból. Hát ezt Weissamer kárba megcsinálni, az egy ilyen kén lódás lenne. Itt meg azért el lehet boldogulni, érted? Azt lehet, hogy nincs az megcsinálva, hogy el kell húznom előre, mert mint hogyha nem. Mondjuk meg kell nézni másik ladán, arra jó. Le van húzva itt minden csavar. Meg nem kell tekergetni, hanem egy kattintással lehúzza, az is tök jó. Jó, szerintem be kéne rakni a másik izét, rugibugit. És akkor hátulja mondhatni kész, nem? Hoppá, hájra is álltunk. Nézzük. E fér az a izé? Ez a nagy felni. Hát ez bazza nem fog elférni, gyerekek. Figyeld meg. Ez nem, fér, nem tudod megültetni. De egyébként, várjál! Suspension. Volt izé is, állítható lengéscsillapító. Vagyis rugó. Állítható rugó is van. E. Fú, ez nagyon nagy az a kerék, gyerekek. Ez nagyon nagy az a kerék erre a gépre, szerintem. Még azt kéne megnéznem gyorsan, hogy nyomtávszél van-e, mert akkor igazából tudnék egy esetleg. De ez hub. Ez front 4-es hub. Ugye ez, amire fölmegy a kerék, csatlakozó, ez meg 5-ös hub. És akkor cseszheted, várj, heavy duty hub. De most heavy duty kerekeket hadd ne rakjak föl hátra, nem? Kicsi azért ez a motor, ez inkább ilyen krúzolós gép lenne. Hát figyeljetek, lehet, hogy az lesz, hogy ehelyett. De akkor nem tudok szélesítést rakni. Most minek rakjak azt, hogy a szélesítést? Milyen nézek egy... Az a baj, bele fog érni. Tuti, hogy bele fog érni. Ez nem lesz jó. Na most ezt én felpattintom. Csak azért, hogy ugye lássuk. Hát nézz oda. Azon gondolkodok a szélesítésnél, nem húzza kicsit ki. Túl nagyok ezek a kerekek, bazán. Nem kéne el 16 izére ladára. Hol van a Badinál? Volt ilyen szélesítés. Hátsó jobb, ugye? Megnézzük. Mondjuk ezzel adná. Ja, de az a baj, hogy ugye ott még ugyanúgy beleér, meg ez nem, ez csúfos. Nem kell ilyen VFTS szerűke dolog. Ez viszont jelen minden estől? Nem kell ilyen, meg erre nem jó ez a kerék, nézd meg. Már most beleér, most én leengedném. Akkor még egy kicsit lejjebbül. Nem jó az a kerék, gyerekek, ezt... Gyere le, légy szíves.
Kell valami kicsi. Egyébként 10 éve lehetne legjobban ültetni, valami R13 szélessel. Mindjárt megyek valami R13-ért, azt nem rakunk szélesítést. De viszont leültetjük a... Akkor ugye, hogyha R13-at raksz, akkor viszont úgy ülne karcolna az alja, az tök jó lenne. De ez ilyen izé lesz, ilyen showcar, meg krúzolós, drift, minden. Ez ilyen, ez egy ilyen tök macsó lesz. Te ezeket nem veszed vissza, tesó, most ezekkel mit csináljak? Van 19 ezerünk. Várj, azt nem mondod, R14-ben meg csak izé lesz, oj! 4-es. Tudtam, bazza. Várja, ez mi? Nincs valami R14-ünk, valami jó 5-ös, 16-os. Nincsen R14-ünk, minden. Az az egy R14 van. R16. R15. Szerintem az R15 is, mondjuk az mennyire széles. Mondjuk az R15-ös az elég baba. De ez is 4 luk. Elcsesztem a rendszert, 4 luk voltak az kicsik. Ez a 4 lukú R15, vagy pedig az R14. Ugye ezeket lehetne felrakni azzal az átalakítóval, a datival. Most lehet, hogy rosszul mondom, nem tudom, de most ez meg vagyok lőve. Ez tetszik az R14, de akkor szét kell kapnom az egészet. Aj! Hogy nincs izé, bazzer! R15-ben vagy R14-ben van izénk? Peremes gumink? Mert akkor meg azt is meg kéne nézni. Mi az a HV? Ó, R14 itt van, tök jó lenne vele. Viszünk egyet, összerakjuk, jó? Hol van? Adj egy gumit rá. Hol volt az R14 széles? Ennyi. Ez nem annyira széles, ez jó balonos, várjál. Itt a, ez. Ez szerintem, ez a Ferrari, ez nagyon baba lenne. Szerintem ez lenne rá jó. Zsigára ez. Hát még a, figyelj, gyárja, nem is tudom mekkora lett, 13-as lehet a zsigának. Ezzel ülne mind az őrütt. Tudod? Ez kellene rá. Azt nem rakjuk rá izét a szélesítéseket, azok tök fölöslegesek. De egyébként minek a izé? Minek a szélesítés? Mert ez volt a legszélesebb gumi. Azt még ezzel sem tudod normálisan megcsinálni. 4-es, 5-ös. Nincsen izé? Nincsen osztókörmódosító sajnos. Meg széles? Miért nincsen izé? Én ezt nem tudom megérteni, hogy miért nincs. Nyomtávszélesítő. Nyomtávszélesítő alap dolog. Nyomtávszél az egy alap dolog, basszus, a turingban. És nincsen egy nyomtávszélesítő. Nincsen, hogy lenne. Túl nincs. Viszont szerintem ez a felni lesz rá jó. Jó, hát költekezünk. Figyeljetek, azért kerestünk pénzt, hogy költekezzünk. Szerintem ez a felni lesz rá jó. Figyeld meg, várjál, hogy kell. Töpörgetjük rá. Csak ugye nem tudod felrakni most rá, mivel az egész el van cseszve. De viszont egybe le tudom szedni szerintem a break-et például. Aztán akkor, figyelj, szerintem ezeket le tudom egybe venni. És azon gondolkod, tuti. Azt akkor nem kell ezt újraépítenem. De ezt kicsavarom, lejön minden egybe. Ha látod? Jó, így jó. Így azért jó, így azért baráté. Az a gond, egy csomó minden pénzt elcseszünk fölöslegesen, ugye? Ki kell vennem az egész izét. Négy lukú. Négy lukú.
négy lukú izé kell. Fél tengely. Most azt csinálom, hogy föl fogom próbálni. Basz, gyerekek, mi van itt? Egyébként ezeket eladom, szerintem lesz belőle pénz, de most egyelőre nem akarok veletökölni. Volt itt négy lukú. Négy lukú, négy lukú, ez az. Jó lesz az. Ez lesz a jó, gyerekek. Ez mehet bele. Már úgy fordítom, hogy csúsztatom bele, mi? Kicsit erős azért az. Ja, meg négy lukú íze is kell. Fake tarts. Fake tarcsi. Na, viszont... Most így most beszívtunk, de az tök jó dolog, hogy van 4 és 5 lukú is, ez szerintem tök jó. Hátsó, ugye? Figyelj, tök különböző felét tudnál rakni előre meg hátulra, mert ugye külön van előre és hátul is, azért az se egy utolsó szempont szerintem. Az is egy tök jó dolog, ez azért tök jó meg van csinálva a játék. De tényleg az egy különböző két széles felét fölraksz, érted, az tök menő tud lenni egy vendán. Bár most ennél nem az a cél. Na, kéne az egész féket fölcsettinteni. Jó, mert így föl tudod rakni, azért nem annyira sokáig tartod szétszedni. Bár azért el lehet lenni ezzel a játékkal. Azért itt... Viszont szerintem az ilyen játékok azok tök hasznosak tudnak lenni így a... Így mindenki számára. Itt van a felnénk. Na, ez hogy fog állni? Jó, ez lesz a jó, gyerekek. Ez olyan alacsony lesz, ez szerintem leengedem ezt a verdát, mint az állat. Jó, de viszont már akkor ez megvan. És akkor a másik oldalt is mindjárt megcsináljuk, pikpak. Azt már jó is, jók is vagyunk. És a hátulja konkrétan kész a gépnek. Szerintem. De is esett, jó van. Csomarhúzó. Féktárcsa le. Izé kell. Úgy. Ja, tök hasznos tud lenni szerintem egy ilyen játék. Most oké, hogy 100%-ig nem tud tanulsz meg benne, belőle szerelni, de amíg mondjuk egy annyira fiatal vagy, hogy nem tudsz venni egy kocsit, egy projektkárt, vagy pedig egy motort, vagy akármi, hogy szerelgessé, addig rohadt jól el tudsz vele lenni, és megtanulod az alapokat. Szerintem nagyon-nagyon jó. Azért tudod, hogy hogy áll össze egy autó. Szerintem ez annyira hasznos tud lenni. És nem azt mondom, hogy autószerelés oktatás helyett így értet lehet használni, de olyan kalappal az egész előtt szerintem. Vettünk még egy féktárcsát, az is kell. Az elejét is össze kéne pattintani, ezt tudnánk vele már lassan menni egy karikát ezzel a géppel. Ja, a izé is kell erre. Kézifék, meg kézifék bovder akkor már. Jó, ugye hát az a találkoznod kell ilyen dolgokkal, hogy kell leszedni egy csavart, mert itt ilyennel nem nagyon van problémád. Jó, ez szerintem egyébként ez a 14-es, ez illik rá. Majd... Ez a játék meglepően szép néha, nem? Hozok mindjárt még egy felnit, ilyet. Ja, kormányt azt megvettük? Azt elraktam? Elraktam a... Beg... Aha. És akkor végre valami normális kormány is kerül bele. És a következő jármű, azt kitaláltam, hogy mi lesz, az egy baha lesz. Ez egy ilyen, olyan... ezeket... Hey, need something? Ja, hát kell, igen, barátom, bocsáss meg. Kell még egy ilyen, meg kell még egy R14-es széles. És akkor ezt rádurrantjuk, azt így... Várjál, mi ez a katalógus? Ez ugyanazt nyitja meg. Szóval nem érdemes vele tökölni. Ne bazd, megint leesett. Jaj, a kukába beledobd, mert most az hova esett? Azt nem mondd, beleesett a kukába. De biztos vagyok benne, hogy beleesett. Ez egy R16-os, hallod, ez? Hogy így kijöttem, beleesett a kukába. Ugye abba a kukába beledobsz bármit, az megy a levesbe. De azért ez ekkora szerencsém, hogy lehet, gyerekek? Hát, hogy bele, leesik a felléről, bele a kukába, öcsém. Nem ám a fellét fogja meg. Á, Istennek se. Várjátok, ez így nem lesz jó. Fordulj meg, mert leesik róla egyébként.
Oké. Okay. Egyébként tök jó lenne fejleszteni a izémet is, a garázsomat, hogy még nagyobb legyen. Tök élem ezt. Meg mindenképpen azt akarom, hogy más járműveket is kipróbálnak. Nagyon kipróbálnék egy jó huhogós dízelt, de viszont egy Bahakárt azt nagyon durván, de az ilyen az nagyon epik lesz szerintem. Már így tök fejben megvan. Egy pikapot alakítanánk át. Gyere már! Baza, itt viszont ezeket lehet, hogy el kéne adnom, és csomó pénzbe jönne már. Egy ilyen kocsit összeszerelünk szerintem, ezután bármilyen autót hoznak, vagy meg kell javítani, azt így nagyon vágnánk. Jó, hátsó futó, mi konkrétan fullos. Nem tudunk már szerintem itt már mit művelni. Esetleg egyébként a rugó, ezt majd kicserélem ilyen állíthatóra, azzal lehet, hogy lehetne valamit okozni. Föl kéne pumpálni, azt leengedem, megnézem, hogy az hogy áll be. Mert gondolom levegő az nukuben. És igazából már meg is forgatná a hátsó kereketeket, ugye? Hogyha lenne egy első... Ja, lenne egy első futóművünk. Már tök frankó lenne. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy áll ez be. Bőven elég erre a lodára a 14-es felni. Francnak kellett a 16-os dögöt megvennem. Mert ilyen megalomálna az ember, nem? Na, mennyire áll be ez? Ó, még egy kicsit lejjebb is fog menni, ez nagyon jó. Hol van a... ez? Ezt lekapom róla. Ezt az ívet akarom lekapni róla. Baza. Nem akar lejönni. Ez rá követt. Hűha. A gyerekek, ez. Ez így egy egységet alkot ezután. De most halál komolyan. Ezt szerintem így rárakod. Akkor vége. Látod? De ugye nem jelzi, hogy külön. Hiába, oké, jó, hát ezt nem fogjuk tudni megnézni. Viszont a másik oldalt meg tudnánk. Arra vagyok kíváncsi, mennyire áll ki a kerék, vagy ilyesmi. Ó, hát ez nagyon mencsi. Sőt, most meg már kicsinek érzem ezt a kereket. Majd lehet az állíthatóval meg kéne próbálni, hogy mégis hogy néz ki. De viszont tök jó néz ki, hogy jó széles. Az elején szerintem még jobb lesz, főleg kitekert kerekekkel. Mondjuk hátulra egy 16-os, előre egy 14-es, azért az oda verne, nem? Gyerekek, az kemény lenne. Hátul egy ilyet ide fölcsapná. Vagy ha még csak egy 15-öst is. Hát a hatalmas különbség van ám. Hátulra 15-ös, előre 16-os. Vagy a 14-es. Jó picik azok a kerekek, most meg a 14-es. Most meg kicsit bánom már, hogy... A 14-esbe gondolkodtunk. Meghúztunk minden csavart? Itt megvan. Itt is megvan, jó. Oké, srácok, ez így akkor meg is vagyunk. Az elejét megcsinálnánk, meg bedobnánk a kéziféket, azt is kellene handbrake-et. Itt a handbrake kábel. Itt van a brake line. Jó. Okay. Meg kéne nekem egy kézifék. Kar. Ez valahol hol volt? Ez hol volt? Ez valami külön volt? Ez külön volt, nem is tudom hol volt. Ez érdekes helyen volt. Nem tudom, nem a suspension, de ott volt. Ezt be kéne csettinteni, kézifék. Oké. Okay. Azt nem fogunk. Se kárpit, se semmi nem fog lenni. Arra készüljetek. Ilyen apróságokkal mi nem foglalkozunk. Na. Ez így nem jó. Még lejjebb. Jó, sokáig tart megépíteni nulláról. Jó, ez. Igen, viszonylag sokat, de azért annyira sokat nem. Azt hittem, hogy. Mert a. Jaj. Viszonylag sokat tökölünk, de azért annyira szerintem nem eléggé pörgősen csináljuk. És már megint nem. De. Oké. Álljunk fel. Bekötjük a jözét, kézifék, bovdent, meg a főfékcső, az szerintem az jó lesz ide nekünk. Ez maradjon. Ezt a kézifék bovdent kéne bedurrantani valahova. Csak aztán, hogy ez hol szer... Aha. Jaj, de jó, oké. Ezt le kell csavarozni valahogy? Ja, biztos.
Hát nem tudom, nem írja. Gyerekek, ez nem valami nem stimmel. Azt mondjátok, hogy ez így csak így van. És nagyon el vagyok megint gondolkozva, néha annyira... ott a csavar, bazza. Láttad? Ilyen mikroméretű csavar fölül, ott. Jó. Azt meg, szerintem úgy fogom megnézni, leengedem, azt belehajolok. Ez mindig így, hát ez a belehajolás, ez itt tök jó, mert így átlátsz. Meg akkor így beenged. Mondod, de szerintem itt... Itt nuku, gyerekek, itt nuku. Ez csak így bevarakozva, szavaz, tavasz. Szerintem legalábbis. Szerintem az be van akazva, az csal. Látod? Nem, most pont nem látod, de látod itt te. Ja, szerintem ez itt semmi. Azok a izék voltak, csavarok, jó. Kézifék szerintem be van feszítve. Hátulja full kész, ja, még a izét a főfék cső, ami hátra megy, ez nem, lehet, hogy az még nem tudom feldobni, amíg az elejét meg nem építem, lehet, hogy az úgy gondolja, hogy az egészet behúzzuk vele, szerintem ez nem fog működni itt, de működik bazza. Működik és be is kötődik, jól van, ez jön hátulra akkor, de lehet, hogy az előre is elment, aha. Előre is ez gyakorlatilag bevezetékelt az egészet. Ez viszont, ez baráti dolog megint. Ó, de jó. Ezt így bekötöd. És akkor utána fogod elől is majd bekötöd, hogyha felépítetted. Ó, jó, gyerekek. Hátsó, de egyébként olyan alacsony lesz ez a gép, gyerekek. Most nézzétek meg. Meg még egy kicsit lejjebb is megy. Ezzel nem kell terepre menni. Ez karcolni fog, bazze. Ültetett zsiguli. Na, jó festést kitalálunk ám rá. Már gondolkoztam, hogy miért lehetne. Figyeljetek, gyerekek, szerintem lehet elbúcsúzni a következő részbe, megcsináljuk az elejét. Következő részbe ígérem, hogy ki fogunk gurulni már innen. Rohadt sokáig tart összerakni egyébként nullára. Következő részbe mindenképp kigurulunk, megcsináljuk. Föltöltjük a folyadékokat. Igazából az első futóművet kell összerakni, meg esetleg a kormányművet, ami lehet, hogy meg fogunk. Kicsit szenvedni vele, de annyi baj legyen. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, és várlak benneteket a következő részben, amikor már mindenképpen gurulunk egyel ezzel. A kaszni összerakás szerintem már tök egyszerű lesz. Itt igazából azért voltak bonyolalmak, nem? De ez így eléggé komplikált így ránézésre. Micsoda jó íző, mintázatú gumikezek. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, ciao!